Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bánki Erik, országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben, és a Parlament Gazdasági Bizottságának az elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Statisztikák, adatok, meg vannak a legújabb eredmények, számoljon be nekünk róla. Azt kell mondanom, hogy nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy most a KSH statisztikai adatai is megerősítették azt, amit egyébként az utolsó negyedév gazdasági teljesítményét látva, és a vállalkozások, cégek vezetőivel, tulajdonosaival egyeztetve azért már lehetett érezni, hogy a magyar gazdaság visszaesése az jóval kisebb lesz, mint az Európai Uniós átlag. 5,1% volt a 2020-as év teljesítményét illetően a visszaesés, ez 20%-kal meghaladja, tehát értelemszerűen csak a 80%-at éri el az Európai Unió átlagának, hiszen ott 6,4% volt a gazdasági visszaesés, ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság most is, mint a korábbi években jobban teljesített az Európai Unió átlagánál. Az újraindítás következményben mit remélhetünk 21-től? Tekintettel arra, hogy az utolsó negyed évben a gazdaság erősödött. Tehát a harmadik negyed évhez képest már jobban teljesített az utolsó negyed évben, ezért arra számítunk, hogy nem lesz dupla V, tehát nem lesz egy újabb visszaesési hát feltéve, ha betartjuk, és ha lesz vakcina, és beoltatjuk magunkat, és átoltatjuk, ha-ha-ha. Így van. Sok kérdője. Ahogy ön is mondja, ez egy rendkívül meghatározó lesz. Tehát mind a mellett, hogy a gazdaság egyes ágazaitól már most látszik, hogy kilábaltak a válságból. Elsősorban az építőipar, ahol 18%-kal nőtt a megrendelés állomány már az utolsó negyedében. De mondhatnám... Ez a csoknak köszönhető és a hasonló családtámogatás? Így van. Tehát egyrészt a családtámogatásoknak, másrészt, amit szerintem nagyon helyesen döntött a magyar kormány, hogy az állami beruházásokat előrehozta. Tehát nem úgy leállította volna, ahogy a baloldal a 2008-at követő válság időszakában ezt tette, hanem inkább előrehoztunk még állami beruházásokat, és ezzel is próbáltuk élénkíteni a keresletet a piacon. Másrészt a járműipar, tehát itt a beszállítók ágán is látszik az, hogy már egy jelentős növekedés volt az előző év utolsó negyedévében. Tehát ezeket a számokat látva azt gondoljuk, hogy egy erős felpattanás várható a következő hetekben, hónapokban a gazdaság teljesítményét illetően, és ha valóban el tudjuk azt érni, ami a mostani szerződéses állomány alapján várható, hogy március végéig, április elejéig legalább 2 millió embert be tudunk oltani Magyarországon, és számításaink szerint május végéig ez a szám ez elérheti akár az 5 milliót is, akkor azt gondolom, hogy újra rendeződhet a világ Magyarországon, újra nyithatnak azok a szektorok is, elsősorban a turizmus, vendéglátás, akik a legnagyobb veszteséget szenvedték el, és akkor azt gondolom, hogy a pénzügyminisztérium és a más gazdasági elemzők által is az idei évre várt gazdasági növekedés, az valahol 5% körül lehet majd. Amerikának új elnöke van, hívjuk őt a 46. amerikai elnöknek, aki ugyan másképp muzsikál, mint a 45-ös, nem mondja azt, hogy Amerika mindenek előtt, de tulajdonképpen ugyanarra gondol, ugyanarra a rozsda területekre ment el, ahova elődje, onnét szerzett voksokat, járműipart, azt külön említette. Azért attól is függ, hogy az európai járművek hogy kerülnek forgalomba Amerikába, illetve hogy Kína milyen helyet foglal el. Vannak-e valami előkészületek, erre tudunk-e valamit erről? Hogyne. Ebből a szempontból az európai járműipar legfontosabb piaca már Ázsia, Európán kívül értelemszerűen, és miután ott a megrendelési állomány gyakorlatilag az elmúlt év felétől kezdve folyamatosan nőtt, ennek is köszönhető az, hogy már az elmúlt év végére egy jelentős többletteljesítményt tudott ez az iparág nyújtani. Tehát az, hogy Amerikában mi lesz az új elnök Joe Biden regnálása alatt, hogy alakul az Európa-Kína-amerikai gazdasági háromszög, ugye a három legerősebb gazdaság a világon, erőviszonya egymással,
Ez sokat fog befolyásolni, ebből önnek igaza van, de én azt látom, hogy a mostani megállapodások, bilaterális államközi megállapodások alapján az ázsiai piac és várhatóan nem sokkal később az orosz piac erősödése, az pozitív hatással lesz a hazai ipar termelésére. Bízom benne, hogy tud válaszolni a következő kérdésekre, nincs aláírva valami titoktartási kötelezvény. Beszéltünk a járműiparról, a világ egyik mozgató ereje a hadipar, és Magyarország ebben az esztendőben már a hadiparnak szerves része lesz. Nem szabad elfelejtenünk, ugye, hogy Oroszország is nagyhatalom, Kínának nagyhatalmi törekvései vannak, mint ahogy már említette, hogy az ipari területen is gazdaságilag megkerülhetetlenek. Mi lesz velünk a fegyveripar területén? És elkezdünk összeszerelni, meg talán gyártani is. Így van, egy óriási fegyverténynek tartom, ha már fegyverpiacról beszélünk, hogy sikerült az egyik legnagyobb német hadipari gyártócéggel megállapodni, és az államnak, a magyar államnak egy közös vállalatot létrehozni vele Magyarországon, amelynek köszönhetően egyrészt Kaposváron, másrészt Zalaegerszegen két új ipari gyártóbázis készül, ahol a legmodernebb harci járművet fogjuk gyártani. Emellett az Alföldön egy fegyvergyártó üzem is épül, aminek a lényege az, mindazon túl, hogy nyilván a fegyvergyártás, a fegyverkereskedelem sajnos nélkülözhetetlen része. Azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy békés szélre gyártunk fegyvereket. Sajnos nélkülözhetetlen része a mindennapoknak, de miután mi is ugye a NATO tagjai vagyunk, és ezzel azt vállaltuk, hogy a magyar GDP több mint 1%-át azt fegyver beszerzésre és a magyar hadsereg felszerelésének erősítésére fordítjuk. Ezért részben saját beszerzéseket is kell eszközölnünk, de miután a világon a gazdasági hatalmak mögött katonai hatalmak is kellenek, ahogy ön is mondta, hiszen Kína gazdasági törekvéseit mindig megerősíti a hadsereg erősítésével. Oroszország, az Egyesült Államok ugyanígy vannak ezzel, ezért ennek az iparágnak lesz kereslete. Egy nagyon nagy hozzáadott értékű iparágról beszélünk, ahol nagyon nagy értékű eszközöket gyártunk. Ennek köszönhetően Magyarországon adó és járulék formájában ezekből az üzemekből a költségvetésnek igen jelentős bevétele lesz majd. Ezekhez szakemberek kellenek, és azokat ki kell képezni. Így van. Ez a szakemberképzés megkezdődött már? Ez nem csak a fegyvergyártásra vonatkozik, hanem az iparra is. Ez egy nagyon érdekes felvetés öntől, és egy nagyon fontos része egyébként a magyar gazdaságnövekedésnek. Mérnökökre. Így van, pontosan. Tehát azt látjuk ma, ugye Magyarország a válság ellenére 2020-ban is kimagaslóan teljesített a beruházások Magyarországra vonzása terén, hiszen évek óta Csehországgal közösen vezetjük az Európai Unióban azt a listát, ahol a legtöbb beruházást elérő országokat rangsorolják. És azt látjuk, hogy régen elsősorban a területek infrastruktúra biztosítása volt, az állami támogatások, a beruházáshoz adott támogatások mértéke volt a meghatározó, és most egyre inkább a képzés. A szakemberképzés, az egyetemi képzés, a kutatóhálózatok erősítése, amelyek az ipar megrendelésére tudnak dolgozni, ezek mind-mind meghatározó tényezők lesznek. Tehát azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a kormány, amikor Magyarország közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiájában gondolkodik, akkor az egyik legfontosabb pillére a fejlesztéseknek azok az egyetemek lesznek, hiszen, ahogy a miniszterelnök úr is bejelentette, több mint 1500 milliárdot fordítunk a következő években a magyar egyetemek fejlesztésére. És ez is egy exportcikk lesz, innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Bánki Erik, Fidesz országgyűlési képviselő és a Parlamenti Gazdasági Bizottság vezetője volt stúdiónk vendége. Előzetesek, és következik Szabó György, a büszke magyar-izraeli zsidó, aki a Mazsöknek az elnöke. Tartsanak velünk!